150 fölé emelkedett a nyugat-németországi árvíz halálos áldozatainak a száma. Legalább 670-en pedig megsérültek, miután az árfolyó egész településeket öntött el. Angela Merkel kancellár várhatóan délután ellátogat a természeti katasztrófa által leginkább sújtott Rajna-vidék Fálc tartományba. Eközben egy újabb ciklon okoz árvizeket Bajorországban, illetve a szomszédos Ausztriában, Salzburg tartományban és Tirolban is emellett. A hatóságok szerint ebben a térségben a következő órákban emelkedni fog a folyók vízszintje, több helyen rendkívüli állapotot is hirdettek. A német hadsereg páncélozott járműveivel kezdték meg azoknak az autóknak és teherautóknak a kiemelését, amelyek Erftstadtnál az autópályán ragadtak, amikor a térséget elöntötte az ár. Itt alattunk a német hadsereg harci járműveivel tisztítja meg a terepet. 28 autó merült el, vannak olyanok is, amelyek 12 méter mélyen vannak, mondta szóvivő. A katonák minden autó ajtaját kinyitják és átnézik a kocsikat, attól tartanak ugyanis, hogy a járművekben még lehetnek áldozatok. A hatóságok szerint az autókban rekedt emberek nem tudtak segítséget kérni, a térségben ugyanis a katasztrófa pillanatában megszűnt a térerő, mert megsemmisültek a mobil szolgáltatók tornyai is. Szombaton Erftstadtban látogatott a német államfő. Frank-Walter Steinmeier tragédiának nevezte a történteket, és azt mondta, hetekbe telik, amíg felmérik a kárt, és várhatóan eurómilliárdokba kerül majd az újjáépítés. Ez egy rendkívül nehéz időszak, de mi most együtt állunk ki. Örülök annak, hogy nem csak a régióból tapasztaljuk a segítőkészséget, szolidaritást és együttérzést, hanem az egész ország területéről, fogalmazott az államfő. Erftstadtban forgat az M1 stábja is. A helyszínen egy férfi még a házába is beengedte a forgatócsoportot. Azt is megmutatta, hogy a pincéjében meddig ért a víz. A plafonig ért, így minden ott tárolt eszközünk és elektromos készülékünk tönkrement. Mindent kihoztunk ide a ház elé, közben pedig kiszivattyúztuk a vizet a pincéből. Bár a ház lakható maradt, a két gyermekünket éjszakára inkább átvittük a sógoromékhoz, fogalmazott a férfi. A településen magyarok is élnek, egyikük azt mondta, félnek, ezért még egy ideig a homokzsákok biztosan a házak előtt maradnak. Itt a faluba, hogy tegnap hirtelen beindult itt mindent, olyan hirtelen, hogy hozták a sok homokot, a zsákos homokokat, segítők jöttek, rengetegen voltak, kicsit kitört a pánik is, de aztán utána elállt minden. Csak megijedtünk, meg féltünk nagyon. Már nem tudom, már majdnem két napja nem alszunk semmit. De most lassan megnyugodtunk, majd lassan talán helyreáll. Reméljük, hogy nem történik tovább semmi. Azokon a nyugat-németországi településeken, ahol már levonult a pusztító ár, gőzelővel folynak a helyreállítási munkálatok. Földgépekkel takarítják el az árvízben tönkrement bútorokat és elektromos felszereléseket. 33 éve gyűjtöm a régi könyveket. Van, amit nem sajnálok, de volt néhány könyvem, amiket az 1510-es, 1520-as években nyomtattak, ezek pótolhatatlanok, mondta egy antikváriumú tulajdonosa, akinek mindenét elmosta az ár és a sár. Eközben több száz kilométerre Nyugat-Németország katasztrófa sújtott a területétől, egy újabb időjárási ciklon hozott hatalmas mennyiségű esőt. Ausztriában, a Salzburg tartományban található Heinleinben szombaton villámárvíz pusztított. A videó megosztó portálokra feltöltött felvételeken látszik, ahogy a víz hatalmas erővel zúdult le az utcákon. Az ár elöntötte a település központját, egyszerre túl sok eső zúdult le. Egy autót elvitt a víz. Személyi sérülés nem történt, de néhány lakos veszélyben volt, mondta a polgármester. Áradást okoz az esőzés Tirolban is. Egyes településeken az embereket felszólították, hogy ne hagyják el az otthonaikat, és húzódjanak a házak magasabb szintjeire. És ami a legfontosabb, semmilyen körülmények között ne menjenek a pincékbe, illetve a föld alatti parkolókba. Bajorország délkeleti térségében a hatóságok szükségállapotot hirdettek, mert több folyó is megáradt. Pincék, utcák kerültek víz alá, több embert evakuálni kellett. A helyiek azt mondják, évtizedek óta nem tapasztaltak annyi esőt, mint most. A hatóságok pedig attól tartanak, hogy a folyók vízszintje az elkövetkező órákban meredeken fog emelkedni.